Novák Katalin kormányzati pályafutását 2001-ben a Magyar Külügyminisztériumban kezdte referensként. 2010-ben Martonyi János külügyminiszter tanácsadója lett. 2013-tól pedig a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos volt. A Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumában család és ifjúságügyért felelős államtitkárként dolgozott. 2020-ban pedig családokért felelős tárca nélküli miniszter lett. A Fidesz külügyekért is felelős alelnöke. Jogi és közgazdasági diplomával rendelkezik, felsőfokon beszél angolul, németül és franciául. Családanyaként és a magyar kormány demográfiai törekvéseinek felelőseként céljaként határozta meg a vágyott gyermekek megszületésének elősegítését, a gyermeket nevelő családok megerősítését, a családalapítás előtt álló fiatalok támogatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését. Nevéhez olyan nemzetközileg is elismert lehetőségek kidolgozása fűződik, mint a baba váró támogatás, a négy gyermekes édesanyák SZIA mentessége, az otthonteremtési program vagy a bölcsödei fejlesztések. Tavaly novemberben mutatták be a szerkesztésében kiadott 50 ember, köztük író, költő, humorista, pap, sportoló, tudós, gazdasági és közéleti szereplő, családról szóló írásait tartalmazó, ami a miénk a című kötetet. Női politikusként kiemelten fontosnak tartja, hogy a nőknek ne kelljen lemondaniuk a család alapításról, ha fontos számukra a szakmai életük, saját példájával is ezt igyekszik alátámasztani. Férje István, gyermekei Ádám, Tamás és Kata. 2021. decemberében Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelentette be, hogy Novák Katalint jelölik köztársasági elnöknek.